Itt épp az előző idény legjobb kapusának járó díjat veszi át Decki Vanda. Ezen kívül még elismerték Folk Zsuzsannát, aki a tavalyi bajnokság gólkirálya lett 28 találattal. Míg a legjobb vezetőedzőnek járó elismerést Revelan Zoltán kapta, így a csapat 3 díjat is bezsebelt. A Magyar Labdarúgó Szövetségtől Nagy Mátyás érkezett átadni az elismeréseket. Jó, megnézzük a dolgokat. A Magyar Labdarúgó Szövetséghez tartozó tevékenységek közül ugye van a férfi ügye, van a lányok bajnoksága, és van a futszál, ugye az előbbi a nagy pályákról beszéltünk, most a futszálról beszélünk. A futszál 8 csapatából az elmúlt 2 év során az Európa-bajnokság negyed döntőig jutottak el a lányok, és ha jól megnézzük, hogy a labdarúgó szövetséghez tartozó sportágokból kijutott el idáig, hát csak ők. Ez is példázza, hogy milyen minőséget képvisel a tolnai együttes. A közeljövőben pedig érkezik egy nagy nemzetközi tornaselejtező, amin szintén lesz résztvevő a csapatból. Ebben az évben ugye világbajnoki selejtezőket fognak játszani a lányok. Ugye innét a tolnából 4 olyan játékos van, aki a válogatottban lenne. Decki Vanda, Folk Zsuzsanna, Kis Gréta és Wisner Dalma kaptak meghívót a válogatottba. Díjátadó után a klub elbúcsúztatta Szalkai Kittit is, aki idén nyáron úgy döntött, befejezi aktív pályafutását. Ígérte, a sport mindig is az életének része marad. Mindig jó érzés volt Tolnára jönni és itt játszani, de most úgy éreztem, most, hogy már ebben a szezonban nem fogok tudni részt venni és segíteni a csapatot. Azt hiszem, hogy tavalyi volt már a 6. szezon, hogy már Tolnán játszottam. Nagyon sok kellemes emlék fűződik ide, de egy idő után már nagyon nehéz összeegyeztetni a munkát, a magánéletet, a focit vagy a hobbit, és most éreztem úgy, hogy most már sok volt így ez a 3 együtt, úgyhogy a futszál lett most háttérbe szorítva. Amúgy a sportot továbbra is nagyon szeretem, amikor van időm, szeretek sportolni, focizni, vagy akár futni menni, kirándulni menni, tehát ez a része megmarad, csak így versenyszerűen fogom abba hagyni. Labdarúgóedzőként dolgozom, úgyhogy azért az nagy részét kitölti az életemnek, illetve így azért a focihoz ott maradtam közel, és emellett a magánélet lesz majd fókuszban. A nyitó bajnoki mérkőzésen 8-2-re legyőzte a klub az EGRI csapatot, így egy biztató eredménnyel indulnak neki a szezonnak.